Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy ismét postás hozott egy különleges küldeményt. Úgyhogy ezt fogom most így nektek kibontani. Úgyhogy már el is kezdem. Ú, de nehéz ezt. Ne. Éme. Ez gondolom a számla, tuti, más nem is lehet. Gyertek ki, és nem hiszitek el, hogy mi lesz benne. Hatalomkártya, újabb mini kiegészítője, úgyhogy ezt fogjuk kibontani. És nincs is több. Jó, oké. Na, akkor azt mondja, ezeket a kicsiket, hogy hatalomkártyát vettem, ugye a mini kiegészítő az minden második hónap, két havonta vannak ilyenek. És 10 lap van, és mindegyik ilyen kicsiben van 4 féle. Úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pakkot vettem. Egy kicsit lejjebb teszem a kamerát, hogy jobban lássátok kiterítve a kártyákat. Na, akkor ide rakom, és akkor innen fogjuk kibontani. Új, na, kíváncsi leszek, hogy ez jól rá van ragasztva. Semmi gond. Nézzük meg, hogy mit bontottunk ki. Karácsonyi hangulat, szánkó. Igen, szánkó. Ó, ez már volt. És látjátok, hogy ez arany kiegészítő. Úgyhogy ez már szupi. Már az első pakliból. A boldogság ünnepe. Jaj, akkor a ritkát azt ide kell tennem. Jó. A törpe fafaragó. És rémszarvas. Jó kis karácsonyi hangulat. Na, akkor ezt egy kicsit arrébb teszem, hogy 5 legyen itt, és 5 legyen ott. Igen. Na nézzük. Úgyhogy már az első pakban benne volt, és jó, masszívan van. Egy ultraritka! Ezt nevezem. Pakliból sosem bontottam ki ultraritkát. Most? Jesszusom! Jó, ezt ide teszem. Azt a mindenit. Én már most le vagyok taglózva. Igen. Fókusz. Fényőóriás. Jó. Hát ez nem volt semmi. Hóember. Hát ehhez nagy mázli kellett, hogy egy ilyen lapot beszerezzek, és még csak 2 pak van kibontva, és még hol van itt a többi? Jó, a többi már gyorsabb lesz, mert már csak 3. Izguljunk. Jó, ez van. Az ünnep melege. Van egy szánkónk, és van ez is. Mind a 2 volt már. Az egyik itt van, a másik ott van. Úgyhogy már csak... hát az az ultraritka, az nem hittem volna. Na, mi lesz itt? Hoppá, a törpe fafaragó. Még egy fa. Óriás. Mi fenyőóriás? Szánkó és hóember. Jó.
Na, hoppá. Ez így jön ki. Mondom, ezeket nagyon leragasztották. Juh, még a kezemre is ragad. Igen. Hoppá, ez egy új. A három királyok. A három királyok? Nem inkább a három király? Na mindegy. Legyen. Így megfogalmazásilag elég érdekesen. Igen. Ez van. Ez van. És még egy fenyőóriás. Nézd. Ha mondom, ezeket jól megragasztották. Hóember. Még egy arany. Tökéletes. Hó, és itt van az a tizedik szenteste. És így megvan a 10 darab, és még van nem kevés pak. Méghozzá, még csak a felénél tartunk. És még bármi megleshet. Most már gyorsabbak leszünk. Kicsit ragad a dolog. Ide. Ezeket már mutattam, úgyhogy ezeket már nem kell így nagyon elég, hogyha csak így gyorsan végig lavírozunk. Hoppá, hoppá, hoppá. Csúsznak le. Aha, egy hóember. Igen. Még egyszer egy ilyen fafaragó. Még egy ilyen. Olyan, mint hogyha ismételném. Ez ráragadt az asztalomra. Jé, tök jó. Na nézzük. Éci. Na. Ő az ingemre is ráragadt. Na, ez jó. Ez tökéletes. Ez is. Ez is megvan. Már csak három van. Három kicsike pakocska. Hát egy ultraritkát. Akkor én vagyok az egyik szerencsés. Hú, ember. Ő szarvas. Melege. És egy ilyen. Utolsó előtti. Hújni. Szánkó. Hát igen. És az utolsó. Hát jó kezdésünk volt, és nagyon jó paklik. Nem semmi. Jó, meg vannak ragasztva, elnézést. Wow! Elnézést. Csak hát... bemozdult egy kicsit a kép. Hoppá! És milyen jó! Egy aranylap. És megvan a második, és ebből megvan. Hú! Na, hát remélem tetszett nektek így ez a unboxingos videó. Itt a végén egy kicsit elferdült minden. Hoppá! Remélem nem szédültetek el. Igen. Na, hát van ilyen is, hogy egy kicsit nehéz volt így a tépés. De van egy ultraritkánk, ami nem semmi. Nézzétek csak. És olvassátok. Haha. Na, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a unboxingos videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!